Sziasztok! Üdvözöllek benneteket a Gardató partjáról Olaszországból. Gyorsan megmutatom nektek, hogy milyen szép ez a hely. A gyerekeket azért érdemes elhozni, mert egy fantasztikus park van itt, méghozzá nem más, mint a Gardaland. De nem is ezért jelentkeztem ma be. Egy olyan témával készülök nektek, ami sajnos nem a kedvenc tévánk, ezt be kell vallani. Egyetlen szülőnek sem. Viszont muszáj róla beszélnünk, mert nem elég az információ, amit kapunk. Úgyhogy bele is kezdenék, mert ez majd nem egy könnyű téma. Köszönöm, hogy itt vagytok. Ez nem más, mint a digitális, vizuális autizmus, ki hogyan ismeri, ki hogyan hallott róla, vagy autizmus spektrum zavarnak szokták mondani. Hogy egy kicsit képbe legyetek, hogy mi ez, és egyáltalán miért is fontos, erre leginkább egy olyan közvéleménykutatást, nem is közvéleménykutatást, egy kutatást tudnék mondani nektek, amit az Autista Gyerekekért Alapítvány készített. Ez pedig azt a nem várt eredményt hozta, hogy az autizmussal diagnosztizált gyerekeknek a 90%-a az igazából nem autistaként születik, hanem a túlzott vizuális fogyasztás, tehát magyarul az okos eszközök fogyasztása autizmus tüneteket produkál náluk. Ezt ha belegondoltok, szörnyű. Amikor állapotosak leszünk, mindent megteszünk azért, hogy a csemetünk egészséges legyen, és rettegünk, hogy az orvos nehogy valami rosszat mondjon. Ehhez képest az egészségesen született gyerekeknél nagyon nagy most már az, akiket autizmusként tartanak számon, digitális, vizuális autizmusként. Gondolom, hogy szeretnétek tudni, hogy kiket érint ez. Hogy a ti gyereketek benne lehet-e, mivel vehetitek észre, és hogy mivel lehet javítani, ha igen. Erre ma mind sor kerül. Sőt, így egy kicsit lélekfinomításnak bedobom, hogy a sorsolásnak az eredményét is ma fogjuk közölni. Kezdjünk is bele. Kiket érint? Mindenkit. Sajnos mindenkit, minden olyan gyereket, aki 0 és 25 év között van. 25 éves korban az idegrendszer befejeződik, de addig nem. Mindenkit természetesen máshogy fog ez érinteni. Erre is kitérek, bár a kamaszokról csak nagyon halványan szeretnék beszélni, mert az is egy nagyon hosszú téma lenne, és muszáj szétszedni, ha egyáltalán érdekel benneteket, de legtöbb kisgyerekes anyuka vagy apuka, aki követ minket. Tehát ezeknek a kicsiknek az idegrendszere még nem kifejlett. És amikor te ezt a nagyon erős ingert adod neki, akkor az negatív hatással van rá. De akkor nézzük is meg, hogy hogyan, mert hogy legtöbbször azt szokták mondani a szülők, hogy jaj, nézd, hogy érdekelte ez a tartalom, olyan annyira tetszett neki. Hát inkább azt mondanám, hogy így szabályosan ráfókuszál, és lebénul az agyam. És erre mindjárt el is mondom a valós eredményeket, agykutató, neurológ. Tehát nagyon sok szakember ma már tudja bizonyítani, hogy mi történik az agyban, hál' Istennek. És akkor nézzük meg, milyen gyerekeknél is hogyan. Tehát kicsi gyerekeknél ez úgy fog jelentkezni, hogy bármelyik kisgyerek, aki túl sok ilyen tartalmat néz, annál ki fog alakulni. A nagyobb gyerekeknél ez azért más, és itt tényleg csak egy mondatot mondanék, mert a nagyobb gyerekeknek valamilyen alapszükségletük nincsen kielégítve. Alapszükségletnek sokan sajnos csak az evést, az ivást, az alvást, a szexualitást értik, pedig nem így van. Lelki alapszükségletünk is van, akárha magadra gondolsz is. Ez azt jelenti, hogy a valahova való kötődésem, vagy a kompetenciám, hogy valamire képes vagyok, valamit én... Ez mind alapszükségletünk. Ezt, ha nem kapja meg a gyermek, vagy nem megfelelő mennyiségben, akkor igenis a gépekhez, a közösségi hálóhoz fog fordulni. Hogy ez miért veszélyes? Hát azért, mert például mondjuk ezeknél a sajnos kiskamaszoknál például kialakult egy olyan betegség, amit úgy hívunk, hogy Facebook depresszió, ami ezelőtt 20 évvel nem is létezett, könyörgöm, Facebook se volt, nemhogy valaki ettől legyen depressziós. Erre most nem térnék ki jobban, de nézzük meg, hogy a kisgyerekeknél ezt hogyan veszed észre. Azzal fogod észrevenni, hogy a kisgyerek nem csinál mást, csak hogyha elveszed tőle a telefont, mondjuk amíg nézte a mesét, vagy játszott egy
játékkal, olyan hisztit vág, és ezt a saját szememmel láttam, hogy felülmúlja bármelyik 3 éves vagy 2 éves hisztijét, ha összeadnék 10-et, azt is felülmúlnám. Ez az egyik és legárulkodóbb jel talán. A másik, ha csak ezzel tudod motiválni. Ha csak akkor hajlandó megcsinálni valamit, ha cserébe nézheti vagy játszhat vele. Ez is egy nagyon árulkodó jel, mert ugye nem ez a motivációnak a lényege. Harmadik. Például mondjuk akkor, hogyha nem tudja kikapcsolni, tehát ha köztötök egy egyességet, hogy egy mesenézés után kikapcsolod, de ő nem hajlandó, és bármit megtesz azért, hogy igenis ne kelljen kikapcsolnia. Ez is ugye egy rászokásnak a jele, és mindjárt elmondom, hogy miért is szokik rá, nem az ő hibája természetesen, félreértés ne essék, 2 gyerek édesanyja vagyok. Tökéletesen tudom, hogy igenis használjuk ezeket az okos eszközöket, csak tényleg jól kell használni, tehát én soha semmilyen körülmények között nem vagyok hajlandó az anyák feje felett pálcát törni, mert igenis úgy gondolom, hogy senki nem tanított meg bennünket ezt a egyébként csodálatos eszközt használni. Ezért is foglaltam most össze nektek. Szóval, ezeket észreveheted, de vannak már olyan applikációk, ami, sőt a telefont be lehet állítani, képernyőidőt, tehát légy szíves, ezeket igenis próbáld ki, nagyon durva eredményekre fogunk jutni. És akkor nézzük meg, hogyha ezeket már tudjuk, hogy hogyan vehetjük észre, hogy a gyerekünknél elérte, ugye nagyobbaknál ez azért nehéz, mert mi felnőttek is nehezen válunk meg az okos telefonunktól. A nagyobb gyereknél csak akkor fogod észrevenni, amikor ez drasztikusan megemelkedik, és drasztikus függőség alakul ki. Ezt például abban fogod észrevenni, hogy az igazi kapcsolatai, a fizikális kapcsolatai, tehát nem virtuális világban, megszűnnek vagy leredukálódnak, nem hajlandó a kommunikációra, nem akar közös étkezéseket, nem akar közös programokat. Ilyenkor már lehet gyanakodni, hogy ezen valahogy segítenünk kell, mert ez nem egészséges, és nem is egészségesen fog fejlődni a lelki világa. Ahogy egyébként a kicsiknek sem, csak ott könnyebben tudunk segíteni. Tehát, hogyha megnéztük, hogy ez hogy is alakul, akkor még egy tényleg nem szoktam és nem is szeretek statisztikával untatni senkit, bár én kifejezetten imádom a statisztikákat, de legalábbis a gyereknevelési témában. De csak így annyit, hogy az elmúlt időszakban 800-szorosára nőtt, ténylegesen 800-szorosára nőtt a hiperaktivitása vagy figyelemzavarra diagnosztizált gyerekeknek a létszáma. Ezt pedig ugye kutatni kezdték azonnal, hogy úristen, mi történt. Na hát a kutatásnak az eredménye az lett, hogy kiderült, hogy igenis nagyon komoly összefüggés van a vizuális tartalomfogyasztás között. Tehát most már tényleg a csapból is az folyik, hogy vigyázz a gyerekedre. És akkor nézzük meg, hogy ezeknek a különböző agykutatóknak és a többieknek mennyire van igazuk abban, hogy visszafordíthatatlan. Mert ők azt mondják, hogy visszafordíthatatlan károsodást okoz. Én szeretném hinni, hogy nem. Azért szeretném hinni, mert úgy gondolom, hogy amikor egy valamilyen betegséggel születik a gyermekünk vagy kap, akkor is a mi anyák és apák elszántsága, elhivatottsága, küzdése azért, hogy egészséges életet éljen a gyermekünk, az annyira erős, hogy szerintem még az ő statisztikájukat és kutatásukat is simán übereljük. Úgyhogy én azt mondanám, hogy visszafordítható. De ha visszafordítható, akkor hogyan? Mit csináljak, ha a gyerekemnél észrevettem? És akkor kezdjük a kicsikkel, jó? A nagyokra mondom, csak egy nagyon picit térek ki, hogyha véletlenül valaki úgy nézi, hogy kicsi gyereke is van, és nagy is van. A kicsi gyerekeknél mit tehetek azért, hogy az én csemetében észrevettem? Általában mi anyák ettől baromi rosszul érezzük magunkat, hogy úristen, mi történt a gyerekemmel? Tehát, hogy oké, tehát, hogy észrevettük, rendben van, de mit tehetek érte? Vegyem el tőle örökre, tüntessem el. Nem. Egyszerűen olyan tevékenységeket kell bevonni az életébe, ami teljesen megszünteti a digitális dolgoknak a negatív hatását. Nagyon érdekes, mert én mostanában azt tapasztalom sajnos a szülőknél, hogy elfelejtettünk bujócskázni. Én például nagyon szeretek, gyerekkoromban is szerettem, bujócska, fogócska, dögönyöszörés, mindenféle játék, amit csak el tudtok képzelni, bábozás, társas játék, hancúrozás, örömös tevékenységek, éneklés, tánc, tényleg nem feltétlenül csak, hogy lépjél, önfelett tánc,
minden rajzolás, minden, ami szórakoztató, és amiben a család együtt van. Fontosnak tartanám azt is, hogy legyenek tényleg készülékmentes helyek, például a vacsora, vagy az ebéd, vagy nem tudom, tehát legyenek készülékmentes helyek, de valóban hozzuk vissza. És figyeljünk arra, hogyha a gyermekünk már rászokott, akkor például olyan tartalmat mutassunk meg neki, például mondjuk egy mesét, amit már többször látott. Aztán bábozzuk ki, rajzoljuk ki, játsszuk el vele. Ilyenkor meg szokták kérdezni, hogy de miért? Ahhoz tudom viszonyítani, hogy képzeld el, hogy életed legjobb filmét nézed. De tényleg, az összes kedvenc könyvedet és filmedet übereli és lepipálja a legszuperebbet, amit valaha láttál. De azt mondom neked, hogy senkinek nem mondhatsz róla egy szót sem. Mert a 3 éveset nem tudja normálisan úgy sem elmondani. És azt mondom, hogy innenstől kezdve egy szót sem mondhatsz. Meg fogsz őrülni belőle, akkor a feszültséget fogsz érezni, hogy csak a Pistinek, csak a Katinak, csak az anyukámnak, csak a barátnőmnek, csak a páromnak, csak valakinek, hadd mondjam már el, hogy milyen jót láttam. A gyerek ugyanígy érzi. Minél többször ugyanazt a mesét nézitek, annál jobb, annál kisebb a feszültség, és bábozzátok ki utána, játsszátok el, rajzoljátok le, beszélgessetek róla. Nem véletlen, hogy a mi meséinkhez például szándékosan vannak kérdések ingyenesen a weboldalunkon. A szülőknek kellene elsősorban példát mutatni a gyerekeiknek, hiszen le sem tudják tenni a telefonjukat. Igen, Beáta, sajnos így van. Én azt hiszem, hogy akik itt vannak és ezt hallgatják, azok is át fogják értékelni, főleg, hogyha eljutok addig a részig, amikor majd a drogokról beszélek és a vizuális tartalom összefüggéséről, de abszolút így van, példát is kell mutatnunk. Tehát visszatérve egyébként, azért vannak ingyenes fejlesztőink, mert egy mesenézés után muszáj, hogy valahogyan kibábozzuk, kijátsszuk, kimozogjuk magunkból. Tehát én arra késztetnélek benneteket, hogyha néztek is ilyen tartalmakat, nem baj, csak utána magatoktól is tegyetek fel akár kérdést a gyerekeknek. Esküszöm, nem nehéz, ha mi foglalkoztatóinkat megnézitek, mondom ingyenes, tehát nem reklám, mert teljesen ingyen adjuk, akkor szerintem utána nagyon könnyű lesz ráállítani a kis agyatokat, hogy milyen kérdéseket és hogyan tegyünk fel, vagy mit játszunk. Nagyobb gyerekeknél azért nehéz őket kiszakítani, mert túl nagy a függés, túl későn vesszük észre, olyankor a kapcsolj ki programokat ajánlom. Közös élmények, közös horgászat, közös főzés, menjünk el az erdőbe, a természet csodákra képes, a kicsiknél is, főleg ha hagyjuk őket fára mászni. Bocsánat, sajnos mostanában egyébként a szülőknél azt veszem észre, hogy féltik a gyereket hagyni fára mászni, pedig kell. Mi is másztunk, legalábbis én igen, de én elég öreg vagyok már, tehát kellenek ezek az élmények, és egyébként jót is tesznek nekik. Tehát ugye ezek az élmények egyébként érdemes tudni, hogy mind dopamin termelnek. A dopamin az egyébként egy csoda. Szerintem a szervezetünk legnagyobb csodája. Képzeld el a gyereket, aki éppen most tanul járni, 1000-szer elesik, és mégis valami miatt fel akar állni. Azért, mert hajtja a dopamin. Mert dopamint akar kapni. Úgy is hívják egyébként a dopamint, hogy öröm vagy sikerhormon. Ez valóban egy olyan hormonszerű anyag, amit akkor kapunk, ha valamit nagyon jól teljesítettünk. És ez jó. Ez hajt minket előre. Egy kudarc élménynél azt mondod, hogy újra, mert meg tudom csinálni, még kell a dopamin. Ez szuper, hogy a szervezetünk előállítja, mondom, bújócskánál, fogócskánál, kapcsolj ki programnál, felramászásnál, párnacsatánál, milyen jók a párnacsaták, mindennél. De tényleg, akkor is, ha szemez veled az a fiú vagy lány, akit kinéztél magadnak, akkor is, ha az életed első tortáját meg tudtad sütni, vagy hogyha az életed legnagyobb halált, vagy az első halált kifogtad, tehát ez mind fantasztikus élményt ad. Ha ez van belül nekünk, ugye, akkor ez egy hasznos dolog. Igen, de van külső dopamin. Ez a külső dopamin például a drogok, kokain. Ami ugye pont azért veszélyes, azért könnyű rászokni, mert nem teszek érte semmit. Nem ülök ott a horgásszékkel 5 óra hosszát, nem rontok el 3 tortát, nem esek el, mikor kicsi vagyok 100-szor, hogy 101-ére felálljak, és nem izgulok, amíg rám néz a kiválasztott párom, hogy tetszem-e neki. Semmi, megkapom, és azonnal az enyém a dopamin. A szervezet ezt azonnal magáévá teszi, szuper, kaptam dopamint, mehetünk tovább, jól érzem magam. Igen, csak most már tudják a kutatók,
hogy a vizuális tartalomfogyasztás is pont ugyanilyen dopamin termel. Ugyanarra az agyi részünkre gyakorol hatást, fogalmazzunk így szépen, mint a drogok. Tehát ez azt jelenti, hogy amikor látod, amit az elején mondtam, hogy a kicsi gyerek rá cuppan, ha szabályosan beszívja a képernyő, az nem az arról szól, hogy őt annyira érdekli a tartalom. Kutyafülik. Az azt jelenti sajnos, hogy a dopamin frökk tökéletesen működik. Ahogy a gyerekünknél is, hogyha mondjuk nincs meg a nagyomnál, hogyha nincs meg a kompetencia képessége, akkor ott ül a számítógép előtt, halomra lő mindenkit, mert ő kap érte 5 csillagot, maximum az életben egyébként nem az 5 csillagos szállodában, hanem a börtönbe menne. De ugyanígy a nagyon jól verekedő gyerekünk a számítógépen biztos nem fogja tudni magát megvédeni, és még sorolhatnám. Tehát, hogy az nem építő jellegű dopamin, de nem fogja építeni, míg ugye a saját magunk dopaminja viszont építi. Ezért kell vigyázni a digitális tartalommal, mert ez akkora hirtelen dopamin fröccsöt ad neki, hogy egyszerűen a szervezete rááll, és akarom még, és akarom még, és akarom még. És ha emellett nem kapom meg a valós életből azt, hogy máshol is van dopamin, és itt anya nekem mosolygott, anya rám mosolygott, anya meg is ölelt, akkor nem fogja az életbe előre hajtani, hanem lefele fogja építeni. Amit ugye, ha belegondolunk, rettenetesen veszélyes. Nem beszélve róla, hogy egyébként fejlődési részeket is lezár, kommunikációt, nagyon sok mindent, ez is egy külön téma lehetne, de esküszöm, az még hosszabb lenne, akkor a bejelentkezés. És egyébként ezt nem szeretném. Nem akarom, hogy véletlenül se ráújjatok. És akkor ilyenkor szokták megkérdezni, hogy jó, akkor én, mint anya azt mondom, hogy soha nem adok a gyerekeim kezébe okos készüléket? Dehogy nem. Nem mumus, nem haragszom az okoskészülékre, nem semmi, szerintem igenis nagyon-nagyon hasznosak tudnak lenni, tudunk prezentálni, el tudom érni az Amerikába költözött barátnőmet, rettenetesen hasznos dolog, de nem egy csecsemőnek. És nem felügyelet nélkül hagyni a 3 évesemet mondjuk 1-2-3-4-5 óra hosszán keresztül, hogy azt csinál, amit csak akar. És nem úgy, hogy benne hagyom utána a gyerekbe a feszültséget. Hasznos? Azt sem mondom, hogy néha ne hagyjuk oda, bár igen, tudjuk, hogy sajnálatos módon pult babysitternek használjuk néha. Igen, nekem is van ilyen dolgom, én is anya vagyok, meg lehet kövezni, pedig szakmailag tökéletesen tudom, hogy nem használ neki, de vannak olyan esetek. Utána viszont kompenzálom ezt. Utána megoldom, hogy ne legyenek problémák. És így el is értünk egyébként egy kicsit a megoldásokhoz, én úgy érzem, hogy összefoglaltam nektek, hogy mit okoz, és akkor nézzük a megoldásokat. Ha szigorúan a megoldásokat nézem, akkor ne hagyjuk felügyelet nélkül a gyereket. Tehát ha van telefonálni valód, akkor ültesd le magad mellé, és amíg telefonálsz, addig nézhessen meg egy mesét. Tudom, hogy zavaró a hang, de akkor is legalább látod, hogy nem pörgeti el a 20-hoz, mert az már végképp rossz. Tehát ne hagyjuk felügyelet nélkül. Szűrjük a tartalmat, ezt rengetegszer halljátok szülők, én is. Igen, de miért is szűrjem a tartalmat, és hogyan szűrjem a tartalmat? Ugye erről volt egy hosszabb beszélgetésünk. Azért szűrd a tartalmat, mert viselkedés mintát tanít a gyereknek. Nem baj, hogy a szuperhős verekedik, és úgy legyőzi a rosszat. Könyörgöm, hát az agressziót agresszióval toroljuk meg. Nem kell a kisgyerekeknek ilyen tartalom. Tessék szűrni valóban. Emellett egyébként egy mesét, ahogy mondtam is, többször nézessünk meg a gyerekkel, utána bábozzuk ki, játsszuk ki, beszélgessünk róla, vagy csak tegyünk fel egy kérdést. Például mondjuk kérdezd meg azt, hogy melyik szereplő tetszett a legjobban benne, és miért? Vagy melyik szereplő volt a legrosszabb benne, és mi? Már bőven elég, mert elkezd róla mesélni. Feljönnek az emlékek, ugye erről majd lesz egy előadásunk, hogy hogyan tudunk beszélgetni a gyerekekkel ilyesmiről, de ezt is érintőlegesen az óvoda témánál emlékszem vettük. Tehát, hogy erre nagyon finom figyelnünk kell, illetve tanítsd meg kikapcsolni. Tudom, a legnehezebb, esküszöm beépítem az egyik élő bejelentkezésembe, inkább egy egészet kéne rászállni. Mondd azt a gyereknek, hogy egy mese, ez, és kikapcsolod. Nagyon nehéz, tudom, mert te vagy a mumus ilyenkor, te vagy a rossz fejszülő, te vagy a minden. Igen, én is megnyugtatlak, meg mi mindannyian összefoghatunk. Azért fontos, hogy megtanítsd neki okozat és következményekkel, mert akkor így kontrollálni tudja ő maga is az, hogy nem alakult ki a függőség.
erről, hogy hogyan tudjuk ezt megtenni ügyesen, hogy a családi béke is megmaradjon, erről mondom majd egy következő élő bejelentkezésben esetleg beszélhetünk, ha nektek tetszik, de nyugodtan írhattok ti is témákat. Illetve a mesenézés után, ha már kibáboztátok és kijátszottátok, akkor érdemes egyébként összebújni egy kicsit, ugyanis az érintés feszültséglevezető hatású. Ezt tudjuk, nekünk is jól esik egy ölelés, amikor éppen sírhatnékok vagyunk, mi nők. Tehát ugye ez nagyon, nagyon fontos. És akkor összegezve tartsunk egyensúlyt. A valós élmények, a természet, a sok játék, a nevetés, az örömös tevékenységek, a hangos mesék. Ugye itt most már nagyon sok hangos mese van, Poszkaton is, nekünk az applikációban lesz 50, nem véletlenül alakultak ezek ki, azért, mert az kevésbé romboló, sőt, egyáltalán nem rombol igazából, hanem épít. Úgyhogy azokat nyugodtan használjátok, le fogja kötni a gyereket, ha nem is elsőre, nem másodikra, harmadikra, de higgyétek el, hogy rá fog szokni, mert nekünk is, amikor kicsi voltam, csak mesét olvastak, nem volt ennyi mese. És akkor a végére egy kicsit a jövőképről, hogy ne legyen ennyire ijesztő. Én emlékszem, mondom, elég öreg vagyok, emlékszem arra, amikor bárhol lehetett cigarettázni, és Isten ments, hogy megbántsak bárkit, aki dohányzik. Ne értsétek félre, de én kifejezetten örülök, hogy kialakult a kultúrája, hogy az étteremben el tudok úgy fogyasztani egy vacsorát a családommal, hogy nem mellettem pöfékelnek. Tiszteletbe tartom őket, de tény, hogy jól esik. Kialakult egy kultúra. Én szentül hiszem, hogy idővel ki fog alakulni a digitális fogyasztásnak a kultúrája, csak ez idő. És a mi gyerekeink pedig most kicsik, most vannak itt, most kell rájuk vigyáznunk, és most kell őket félteni. A B-Behavior iszonyatosan, elhivatottan harcol a digitális autizmus ellen, és érzelmi intelligenciát szeretnénk fejleszteni. Úgyhogy a mi applikációnk abszolút olyan lesz, ami a gyerekek, nem is adható a gyerekek kezébe, de erről majd legközelebb. De kérlek benneteket, tényleg nagyon vegyétek komolyan, nagyon sok gyerek van, aki most már sajnos autista tüneteket produkál. Az előadásnak így nagyjából vége, amit szerettem volna a digitális autizmusról, mert az a baj, hogy ha rajta múlna, még körülbelül 3x20 percet tudnék részletesebben beszélni nektek arról, hogy mit és hogyan állít le, és miért vigyázzatok, de nem ez volt a lényegem. Ó, elfelejtettem, egy könyvet viszont csatolni fogok, méghozzá Uzsonyini dr. Pécsi Ritának Okos eszközök, okos használata című könyv. Mondom, én mindenféleképp kommentbe be fogom tenni a könyvet. A mi oldalunkon is lehet rendelni, de közvetlenül Rita oldaláról is. Nagyon szépen, nagyon érthetően fogalmaz benne. Nagyon könnyű olvasni, nem drága. Nagyon szeretem azt a könyvet, úgyhogy én mindenkinek ajánlom. És a végére hagytam a legjobbat, elővesztem a papírom, azt néztem egyébként közben, hogy el ne repüljön. Ugyanis az applikáción keresztül megtörtént végre a sorsolás. Nagyon-nagyon szépen köszönöm nektek, hogy ilyen sokan részt vettetek benne. Ez abszolút azt mutatja, hogy helye van és szükségetek van ilyen könyvekre. Úgyhogy még lesz sorsolás, ígérem. Most is köszönöm, hogy ennyien követtetek, és akkor mondanám a nyerteseket. Olvasom. Lukásné Török Ilona, ő a Bella csomagot nyerte meg, gratulálunk neked. Kovácsné Varga Katalin pedig a Belló csomagot nyerte meg, neked is gratulálunk. Mindenkinek, aki most sajnos nem nyert, kérlek, ne csüggedjetek. Ígérem, nagyon-nagyon hamar jelentkezünk egy újabb ajándékcsomaggal. Azt, hogy még mi lesz benne, nem tudom, de biztos vagyok benne, hogy könyvek is lesznek benne. Mesésen fantasztikusan csodálatos maradék nyarat kívánunk még nektek, és még szebb őszt. És ha bármi kérdésetek van, vagy bármi észrevételetek, vagy bármilyen témáról szeretnétek, hogy hozzak nektek egy kis összefoglalót, ilyen félig csak tudományosan, mert azt nem szeretitek, akkor jelezzétek, írjatok, megtaláltok minket minden platformon, ahol csak lehet. Nagyon szép nyarat nektek. Sziasztok! Yeah.